A téliesítés fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a videóban a Nyírség ZRT, amelyben a szakemberek külön hangsúlyozzák a vízmérők hőszigetelését. A hideg és a fagy következtében ugyanis nem csak a vezetékek repedhetnek meg, de a vízmérő órák is üzemképtelenné válhatnak. Egy téli szezonban akár több száz ilyen tönkrement vízórát is bejelentenek a Nyírség szolgálatán. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a vízmérő aknákat szigetelni kell lehetőleg még a téli időszak beállta előtt. Ez úgy történik a gyakorlatban, hogy a vízmérő fedelének az alsó részére egy legalább 5 cm vastagságú hungarocelt ragasztunk. A műanyag vízmérő esetén ez egyszerűen megoldható, viszont a beton jellegű vízmérő aknák esetén nem csak a fedelet kell szigetelni, az akna fedelet, hanem a födémet is. Ugyanígy 5 cm vastagságú hungarocell felragasztásával. Egy meghibásodott vízóra cseréje több mint 20 ezer forintba kerül. Ezt csak az adott szolgáltató szakemberei végezhetik el. Elfagyott vízmérőre utalhat, ha a megnyitáskor nem forog a vízmérő, ha eldeformálódott a számláló szerkezet, vagy ha alig jön víz a csapból. A jól működő vízóránál érdemes figyelni a fekete óramutatót, ami ha az elzárt csapok mellett is forog, akkor a szivárgást jelent. Egy kerti csap, aknában megrepett csövén, havonta több száz köbméter víz is elfolyhat, ezért fontos a vikendházak, illetve kerti csapok víztelenítése. Ez úgy történik, hogy fent a felső csapot meg kell nyitni, lent pedig. Az úgynevezett főcsapot, ami a földben van, azt el kell zárni. És hogyha nem lakott az ingatlan, akkor még a hálózatot vízteleníteni kell, vízvezeték hálózatot. A nyírség ZRT honlapján további hasznos tanácsok mellett azt is hangsúlyozza a szolgáltató, hogy a hatályos jogszabályok szerint a fagy elleni védelem nem tartozik a szolgáltató felelősségi körébe, arról minden esetben a felhasználónak kell gondoskodni.